Minden család életében fontosak a gyerekek ballagásai, legyen szó akár általános iskolásról, egyetemiről vagy éppen óvodairól. Ezekre a napokra a család színejava hosszasan készül, és mindenki elmorzsa néhány örömkönnyel. Olyan, mint egy szakaszon túl lennénk. Rossz is, meg nem is. Örülünk is, hogy iskolás lesz, de viszont kicsit rossz, mert ugye nagyobb lesz. Idősödik. Merre tovább? Változik az általános iskolába, és utána meg ki tudja. Az óvodai ballagások legbüszkébb résztvevői nem ritkán a nagymamák. Úgy, amilyen megmozdulás történik itt az óvodán belül, mindig részt veszünk, mert imádjuk őket. És most is szeretettel jöttünk. A gyerekek közül sokan persze már nagyon várják ilyenkor az iskolás évek megkezdését, és nincs ez másként a család fiatal tagjait felcseperedni látó büszke rokonokkal sem. Most, amit hallottunk a versükben, még a elbúcsúzásukban, hát azért várják az iskolát. Főleg a miénk, ő már 7 éves lesz, évvesztes. Igen, ő már sokat komolyodott is, meg nagyon élénk kislány, meg nagyon okos. Úgyhogy azt szeretettel nézzük mindenhol. Bárhova megy, mindenhova elkísérjük. Ez a mai nap azért ez igen nagy jelentőséggel bíró esemény itt az óvodánk, meg a gyerekek életében. 9 csoportunk van, ebből a 9 csoportból idén 7 csoportból ballagnak gyerekek. 46 kisgyerek kezdi majd meg az iskolát idén szeptemberben. A gyerekek természetesen már napokkal a nagy nap előtt elkezdtek felkészülni a ballagási műsor nagy közönség előtti előadására. Minden csoport külön-külön készül erre a napra. Ugye mi sokan vagyunk, tehát nem megoldható az, hogy együtt az egész óvoda, mind a 7 csoport közösen búcsúzik el az óvodától, a pedagógusoktól. Minden csoport tényleg a maga kis berkében, a szeretetteljes légkörben búcsúzik el az óvonéniktől, illetve hát fordítva a szülők elbúcsúznak az óvodától, a pedagógusoktól. Tulajdonképpen egy hét, ami úgy intenzíven megelőzi ezt az eseményt, de a gyerekek már egész évben készülnek, tanulnak verseket, meséket. Ez az utolsó egy hét, két hét, ami ténylegesen a mai napra való felkészülést szolgálja. Bár a Bátaszék Jóvitól most jó néhány leendő kisdiák vett végső búcsút, az intézmény falai ettől függetlenül jövőre sem maradnak üresen. 46 gyermek megy majd iskolába, 45, mindegy, tehát 45. Ugyanakkor 46 kisgyerekre számítunk 3 évesre majd szeptembertől, illetve folyamatosan jönnek gyerekek december 31-ig, és előreláthatólag 225-nél valamivel több kisgyermekünk lesz. Ez a 225, ez a maximálisan felvehető létszám, tehát függetlenül attól, hogy elbúcsúzunk, elköszönünk gyerekektől, megtelik az óvoda szeptemberben hasonlóképpen.